Én ilyen izikkal csinálom, mint szivacsú eltűnésekkel. Ja. Így könnyű edzeni. Bemelegítés. Ott tartunk, hogy bemelegítesz. Beszéljek is? Beszéljél. De nem, ugye felkészítési időszakban igyekszem azért mérsékelni a használt súlyokat sérülés veszélye miatt. Mert hogy nincs benned víz, meg ilyenek. Hát most még van, de hát mindenképpen, tehát hogyha most ilyenkor sérül meg az ember, az nagyon nem tesz jót a felkészülésnek. Be fogsz fogyni egyébként? Hogy döntöttél végül is? Hát nem valószínű. Szállás vagyok. Mert nem hiszem, hogy be kéne menni 95-be. Nem, ezt le van, ezt mondják többen is. Mert nem volt ott semmi rajta. Amennyi. Hát ott voltam a versenyen a 99, egy 97 kilósan szerintem elég éles lenne már. És akkor most ezt a 2 kilót azt viszont már izomból kéne valószínűleg fogyni. Így van. Az viszont pont a kényes helyekről még jobban lemenne, de rekam annyit nem fogyna, úgyhogy az arányaimat szerintem még jobban nem cseszik. Térdöd neked milyen alapokból? Térd? Nem akarom elkiabálni, de most felkészülés alatt nem volt vele probléma. Régebben volt már? Hogy? Régebben volt? Volt egy időben fájós volt, amikor erőltettem. Nagy súlyok, ugolás gondolom meg ez a téma. Igazából nem ugolok sokkal kevesebben, mint amennyi a legtöbb volt a megnövés alatt. Én 200 km többen nem szériáztam még. És most is tudtam pár hete 190-nál. Tehát annyit nem esett vissza úgy erőbe. És jó, így bírta. De volt egy időben, amikor úgy mentem fölfel a súllyal, és azért tényleg fájt másnap, harmadnap is még, fájt a sétálgatás közben a utcán, tehát azért volt ilyen időszak is. Ez biztos, hogy elég lesz ennyi súly? Elég lesz.
Kevin Lebronos lesz. Nem baj, ha mondják, hogy utánzom. Hát inkább őt utánoz, mint a Krémert. Inkább azt mondják. Hát akkor leveszem a súlyt, és akkor Krémert. Reggel 8-kor fölkelek, enni kell, főzni kell, kardiózni kell, megint enni kell, kell jönni edzeni, utána kell dolgozni, aztán lehet hazamenni egy utolsó vacsi, és éjfél egy körül lefekvő, és aztán reggel 8-kor megint kell, és nem fér bele semmi más. Nem hagytam ki edzélő se pihenőt. Szoktál magad pihenni évközben, mit tudom én, valamennyi? Előfordul, igazából belesek abba a hibába, hogy addig edzek, amíg meg nem sérül valami, és akkor kénytelenek pihenni egy hetet. Ez a nem jó. Ezen fogok változtatni a jövőben. És most is a versenyfelkészülés előtt nem pihentem. Elkezdtem a tömegnövelést már júniusban. Előtte sem volt pihenő, ugye a tömegnövelés alatt már nincs pihenő. Utána átmentünk a diétás időszakba, ott sem volt pihenő. És ez most már így megy végig a utolsó versenyünk. Pihenőt azt mindig megoldja az élet, hogy valami dolgod van, vagy valami sérülés, és akkor nincs gondi. Így van. Kell a szervezetnek a pihenő. Igazából a legjobban akkor jöttem rá, amikor a balesetem volt. Akkor otthon feküdtem 3 hetet, és olyan szinten regenerálódtam, hogy lejöttem edzeni, kisebb voltam, fogytam, világos, viszont a tükör egyszerűen az izominőségem változott a pihenéstől. Jobban mutat. Tényleg? A színpadon, aha. Beszorok. Meg kell figyelni, az a bal lába megyünk. Nézd meg, képeken is akár, vagy videón. Ez durva. Akkor el kell törnöd a másodikat. Úgyhogy azt beszéltük, hogy megműtetjük a másodikat és a verseny után. Azt mondom, hogy nem kell jobban edzeni, de annak esetleg megfelelő ez az edzés munka. Mi az, amit hiánynak látsz, mind javítanál? Vádli, combhajlító, mell, igazából a hátam, és igazából mindenem van hiányos. Van még has.
Igazából, ha pozitívumot kéne felsorolni, lehet, hogy gyorsabban menne, és ja. Talán a vál, de abban sem vagyok 100%-ig megérdve. Csak arra úgy, hogy azt tudják tőle. Szerintem ez izomdiszmorfia, tehát ezen gondolkoztál már? Hogy? Tudod, mi ez az izomdiszmorfia? Nem. Ezt most hallottam elmebetegektől. Az izomdiszmorfia az az, amikor az ember nem elégedett magával, és kényszeresen ett. És halál komoly. És akkor ilyenek vannak, hogy ezt azt állítják tudósok, hogy van olyan ember, aki egy nap 24 órát akar edzeni. És ezt szoktam rontani, hogy nekem a munkaidőm az mindig edzés után kezdődik, és általában a nyújtás az, ami lesz szokott maradni. Azért mindig egy pár percet tudok lesz. Titkos. Titkos. Fűzés. Titkos. Mert valójában izé van benne, power track. Nagyon fincsinek látszik. Nagyon. Viszont egyet? Ez a titkos. Nem nézünk a másik dobozba. Éppen akkor pislogok. Most ja, a dolgot most szeded mi? Tudom én. A doping labor. Nem tudtam, hogy hogy fog kijönni ez így a színpadon. Utólag visszanézve a videón, tetszik nekem is. Köszönjük szépen!
De is föl szokta robbantani? Aha. De honnan szereztél ilyen sékert? Ilyen séker nincs? Nincs. De van, látod. Vagy ki szoktad mosni? Mit? A sékert. Hogy így kiszoktad? Hát úgy, hogy ez lehet, hogy nem régi, hanem de lehet, hogy régi, csak kimosod. Még nem szoktad kimosni, egyszer használod. Hát nem, csak ilyen rosszul néz ki kimosás után. Nem, ez régi. Ez még amikor kecsik után voltam. De se fogod semmi. Nem ügyeszkodom még mindenre. Ti nem kértek én még? Nem. Nem? Nem szabad, mert ez azért. Ez ilyen doping. Jó. Azt is fogjátok venni, hogy viszont. Igen, ez tök íz. Just play straight up. Right on a walk up on some different kick. Blazing! One time. Yo. Right on a walk. Let's drop this shit. Atta. Shug it, shug it. Hey, sexy. The empty boy. Let this. Jó, még? És? Ugye?
Jó. Jó, jó. Állj meg, micsoda. Elfáradtál? Nem. Tankiló. Elég? Beszélgetünk a Kiskunhalasi óvodába. Igaz, hogy ezeket mindet csináltad itt a falon? Mindet nem. Van belőle egy-kettő, például az a helyes kis nyúl, az első. Az első. Az nyúl? Ez egy nyúl. Hát szerintem. A nyúlok azok több nyúl, nem? Nem óvodában. Lelogott a füle. Inkább. Egy általános művelődési központ. Ja, nem baj. A mi szintünkön az óvoda is művelődés. Így igaz. Igaz-e az, hogy te egy ilyen, hogy is fogalmazzak teljesen finoman, egy ilyen fekvenyomó állat vagy is? és fekvenyomó eredményeid is vannak. Igen, van, eddig kétszer indultam, egyszer egy Halason van egy hagyomány a karácsonyi fekvenyomó verseny, azt nyertem meg Majsán rendeztek egy hónapja a Majsó kupát, azt hiszem a negyediket vagy ötödiket, és abból azt nyertem meg abból lettem abszolút első. Mennyi volt a csúcsod? Úgy nyomtam, hogy 65, 67, fél és 70, csak ezt. De szerintem többet bírtam volna nyomni, csak azért nem nyomtam, mert a következő héten már volt a fitness verseny, és már akkor teljesen visszavettem a fehérjéből, meg a kajából, meg kezdtem ugye a szervezetet, tehát gyengült a szervezetet, nem akartam meghúzódni, mert nem is edzettem semmit. Hát ezt ide, ezt nem kell. Az, hogy fánkkal készültél az idei versenyszezonban? Megváros fánkkal? Nem. Sok is sem? Nem, semmivel. Csak fehérjével. És igaz az, hogy szoktad tologatni az autókat? Én is szoktam, csak én nem azért, nem hobbiból, hanem mert elromlik. Nem, nekem eti háromszor az edzésem, hogy kimegyünk egy ilyen járatlan útra, és akkor kilométereket úgy benne a férjem, üresbe tesz egy kocsit, és akkor kilométereken keresztül tolom. Hallod ezt, Ádi? Azért ez már durva. Én ez nagyon fárasztó, az nagyon kemény. De ezt miért? Tehát ilyen motivációt szeretném megérteni. Most ilyen pszichológiai mert a lábam egy kicsit elmaradott szerintem, és azt szeretném jobban megedzeni. Szerintem ez nagyon jó rá. Én bármikor elő a célra fölajánlom, akkor az autómat. Ilyen problémád van. És nagyon segítőkészek az emberek, ha nagyon sokszor megállnak, és mondják, hogy a férjem egy brutát és állat. Itt a bizonyíték szerintem a fánkra, mert a belelogott a lekvárba a vége. Igen, és te láttál már ilyen színű lekvárt? Igen. És belenyolnál megkodolni. Most valamit a nézőinknek, de egy picit. Főleg a dagadtaknak, a dagadt nőket szeretném azt mondatoknak.
És a kérdés az, hogy tudjál is mondani valamit, hogy szoktál-e hasadni? Igen, szoktam. Mondjam, hogy mennyit? Biztos? Igen, úgy néz ki, hogy nem. Nem, úgy néz ki, hogy nem. És hogyan szoktál hasadni? Heti háromszor hasazok, és százasával 100 felülés, 100 hasprés, és 100 lábemelés, és 100 gyertya egybe, és ennyi. De azért diétázol is fogadjunk. Igen, diétázok. De nekem van egy kisbabám, ezt tudjátok, 2,5 évesen, és amikor terjedtem, akkor is ugyanilyen volt a hasam, utána is. Tehát a hasamra az végig kísérte, arra mindig figyeltem, tehát ez mindig ilyen volt. Ami eszemét most az jutott eszembe, hogy úgy imádom az Eszterót. Ezt kiváljuk. Gondoltam, de hát tényleg. Vagy mondjuk eskülség. És puszilom. Hm? És puszilod is? Igen. Komolyan? Aha. Annyira. Aha, fendesnek. Annyira szeretem. Még valamint fényet is. Na most fényezni minket. Igen. Ennyi? Nem sok. Ennyi, csak ezt megüzentem. Jó, ezt te rukad be. Ki az, akiket utálsz a vertétások közül, és később meg baltával csapkodnád őket le a színpadról? Nincs. Nincs. Hihetetlen? Nem. És kamerán kívül? Ugyanezt mondanám.